hát nem is igazán tudom, hogy hogy kezdjek ennek neki. Na jó, talán két dolog volna. Az egyik az az, hogyha itt végignézek a felszerelésen, akkor azt arra kell rájönnöm, hogy rajtam kívüli konkrétan már minden új. Régi én, plusz új felbontás, új capture card, új mikrofon, és lássatok csodát, új build. Második az az, hogy bazira hiányzott az a szar, bassza meg. Hazaértem. Az idejét sem tudom annak, hogy mikor posztoltam utoljára Niós build videót a csatornára, de arra határozottan emlékszem, hogy a legutóbbiba megígértem nektek egy corruption-ös buildet. Egy kicsikét a sötétben tapogatozva hagytalak benneteket, ugyanis csak annyit árultam így el az elején, hogy azt akarom, hogy a Nightmare Bringer Soulcore-t használja ki. A klippekből mindenki levonhatja a tanulságot, hogy ez sikerült-e vagy sem. Én úgy gondolom, hogy igen, nem tudom, ti mit gondoltok. Már egy ideje játszok, a buildet viszonylag könnyen össze tudtam rakni, továbbá le is mentem vele a pokol legmélyebb bugyraig, ahol megformálódott a karakter, íme Isten második fia, a hajnalcsillag, Lucifer. Ez nem csak egy sima corruption build, ezt azért így mondom, mert ugye már az annak számít, hogyha eldöntöd, hogy purity helyet mondjuk arra építesz. Nem feltétlen még úgy, hogy kimondottan egy corruption-ös set bónuszt is hasznosítasz. Ez a Corruption mellett még egy Sentience build. Ugyanis a Sentience charge-unk az kifejezetten magas, tehát arra építünk, hogy a Yokai fegyver, a Corrupted fegyver az minél sűrűbben tudja tartani az Awakened állapotot, ugyanis onnan nyerünk rengeteg sebzést, illetve még több anima töltést is, ami alapjáraton nem gyenge. Tehát én, hogyha így végignézek ezen a build-en, akkor azt látom, hogy gyakorlatilag jobb az anima töltése, mint az elmúlt három build-nek gyakorlatilag. Nem is tudom, talán. Végül a buildbe a választott fegyverem, az a Kuszeriga mellett. Hogyha nincs a Neo 2, akkor én ezt a fegyvert elkönyvelem egy ilyen sótlan, középszerű, one trick only valaminek, ugyanis én tényleg azt gondolom, hogy ha nincs a Neo 2, akkor ez a fegyver konkrétan csak két dologra jó. Ugye a kezdőjátékosok inkább a high stance-es quick attack spam-et szokták nyomatni, endgame-ben meg ugye living weapon-ben strongattak, előtte meg a blade spin volt, amíg aztán a szarrá nem nerfelték, meg még amúgy a Reapernek van egész jó kisebzése, ugyanis, ahogy fogalmazzak, finoman vagy realistán? Ha finoman fogalmazok, akkor a Neo 1 az egy csiszolatlan gyémánt a kettőhöz képest. Ha realistán fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy broken szarhalmaz. Azért mondom, hogy egy broken szarhalmaz, mert ott nem igazán lehet ilyen tankbuildeket csinálni, mint itt a kettőbe. Még hogyha elméleti síkon lehetne is, akkor is az van, hogy ha túléled az ütést, akkor a boss rád bassz 4-5 debuffot, és lényegében így is úgy is basszhatod az egészet, mert le vagy bénítva, be vagy lassítva, a sebzésed az lényegében a békaség alatt van, szóval így nyek. Tehát a Kuszerigamának az erősségeire az egyben nem igazán lehetett építeni, viszont a gyengeségei azok folyamatosan ott vannak, amikről mindjárt beszélni is fogok. Továbbá a Neo 2-ben, most már akkor térjünk át arra, hogyha erről szól a videó elvégre, ott még a Hyper Armor mellett, mondjuk ez már az egyben is ott volt, hogy vannak olyan skilljei, amivel ugye könnyen be tudtad hozni a távolságot közted és az ellenfél között. Illetve megmerem kockáztatni, hogy Amrita alapú anima töltésre gyakorlatilag ez a legjobb fegyver. Meg úgy önmagában anima buildekbe az egyik legjobb. Azonban a két hátránya, az egyik az az, hogy a támadásai ezt a mindent bele elvet követik. Azaz nagyon-nagyon hosszú az animációknak a recovery-e, ami alatt egész könnyen tudnak büntetni az ellenfelek. Ez párosítva a szar trekkinggel nem éppen egy népszerű választás teszik. Azonban konkrétan a hosszú recovery-re a kettővel alá tudunk dolgozni, ugye egy anima build-del. Ezért gondoltam úgy, hogy egy Kuszerigama itt ki tud teljesedni. Ténylegesen a max potenciáját egy ilyen build-be ki lehet belőle hozni. Ugyanis kombóban, amikor egy hosszabb animáció jön, csinálsz utána vagy egy Brute Burst Counter-t, vagy elnyomsz egy Yokai Ability-t, és konkrétan az ugye megszakítja az animációt. Ez ugye az Animation Cancel, amire elég erőteljesen javallott építeni már a játék elejétől. Nem egy nagyon-nagyon haladó mechanika, csak egy más szemlélet kell hozzá. Itt az ideje akkor a set bónuszokról beszélni. Na most, nem szeretném újra feltalálni a tüzet, és azt mondani, hogy hú, de eredeti baszki, hogy összetudtam rakni ezt a két set bónuszt. Ugyanis ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon népszerű párosítás. Nagyon sokan megcsinálják. Konkrétan lényegében lehet azt mondani, hogy az egyik legnépszerű corruption-ös build, anima töltés szempontjából, meg nagyon-nagyon sok szempontból is. Sentience szempontjából is. Én elsődlegesen ezt a kombót legelőször én Wargaming-nél láttam, ő ezt Blisterfel csinálta meg, majd ugye a Changing Ways nerf után gyorsan temette is a buildet neki, ez egy szokása egyébként. Én úgy gondoltam, hogy még mindig életképes, mondjuk
ha jól emlékszem, ő is inkább csak a split staff-el temett el, és azt mondta, hogy más fegyverre még talán működhet. Na mindegy, ő inspirálta ezt az egészet. Tehát akkor a build az teljes Magatsu's Grace, ugye az egyik Corruption's Grace, Sarutahiko mellett, és mellette Crime of Patricide plus, teljes Crime of Patricide. Ennek a setnek korábban, amellett, hogy gyakorlatilag már a játék eleje óta az egyik legjobb anima build, sőt, 6 darabért a legjobb anima build volt, egyedül a sebzés hiányzott belőle, ezt a pluszos verzióval meg is kapta, hogyha a fegyver weekend állapotban van, akkor kapunk plusz 20% sebzést, és az a bónusz konkrétan ugyanaz, mint a Magatsuhinak az utolsó bónusza, tehát konkrétan magától értetődő lesz, hogy ezt a kettőt együtt használod. És azt ki szeretném jelenteni, hogy én alapvetően inkább Purity Party vagyok, egy konzisztensebb dolognak gondolom, hogyha például a Magatsuhi vagy a Sarutahiko ellen odarakjuk az Izanagit, én sokkal szívesebben választanám azt, ugyanis aktív a Cleansing Prayer buff, meg az ellenfelen rajta van a Purity, akkor fixen megkapjuk a körülbelül 60%-os sebzést. Magatsuinál meg úgy kapjuk meg az 50%-ot, Sarutahikonál meg a 60-at, hogyha a fegyver övékend állapotban van. Tehát még azzal is gecizni kell, ugye? Azonban egy valamit a Corruptionnek a számlájára lehet írni, hogy ezzel lehet lényegében a legjobb anima buildeket összehozni a játékba. Konkrétan ugye a Magatsuhi's Grace, mert a fegyver övékend állapotban 50%-a jobban tölti az animát, a másik ugye a Yokai Shiftbe, és azon kívül is hasznosítható Blood of the Yokai, ugye Sarutahiko, vagy esetleg Kurama Swordmaster Plus, és azon belül talán akkor, hogyha Kuramát használsz, akkor még ugye Purity-re is tudsz akár építeni, de alapvetően a jobb animatöltés az inkább a Corruptionre jellemző. Ugye kapunk plusz egy animát, plusz 100% Sentience Charge-ot, ami összesítve egyébként több mint 350% az én buildemben, majd mutatom is. Hogyha az ellenféle rajta van a Corrupted, akkor egy kicsivel többet csöveznek a Yokai Ability-k, ez ugyannyira nem releváns. Illetve hogyha a fegyver övékend állapotban van, akkor az amúgy se gyenge, amúgy is túlvilági anima charge-unk, az még 50%-kal javul. És alapvetően, hogyha a fegyver övékend állapotban van, akkor az egy plusz 30% sebzés. Ez hozzáad még 20-at, mellé a Genryu szintén 20-at. Tehát nagyon-nagyon fontos, a buildnek lényegében az elsődleges célja, hogy a fegyvert övékend állapotba tartsuk, ugyanis az plusz 70% sebzés. Mellette itt, ami még lényeg, ugye talán a damage taken, meg hogyha a boss Dark Realm-be vált, akkor plusz 12% sebzés, meg ugye az Amrita alapú anima bónusz. Na ez a fajta anima bónuszhoz egy gyors fegyver kell, ugyanis annak függvényében kapod az animát, ahogy az Amritát kapod. Tehát minél több Amritát kapsz, annál több animát kapsz. Magyarán egy gyors fegyverrel, ugye az Extraction Talizmánon keresztül, annál több Amritát kapsz, tehát annál több animát kapsz. Tehát az Amrita alapú, vagy sima Amrita Absorption, vagy Unscathed Amrita, vagy ilyesmi alapú anima bónusznál mindenféleképpen egy gyors fegyver jó. Tomfa, Kusa, Fists, esetleg Tugets, de leginkább a Kusa. Vannak olyan skijei, amelyek egyeduralkodók gyakorlatilag. Maga a választott Kusarigamának azt tudnám mondani, hogy a Shishido a legjobb választás, ugyanis fixen Active Skill Key Consumption van rajta. Csak ennek az a hátránya, hogy találnod kell belőle egy olyat, amin van egyszerre Imbue Corruption és Mystic Dide is. Sok sikert! Hogyha esetleg nem azt az utat akarod választani, akkor egyszerűbb esetleg egy Fukis Kusarigamára építeni, ugyanis hát ennek van a legmagasabb attack ratingje, azonban van rajta egy totál irreleváns anima build szempontjából, egy totál irreleváns fölösleges stat, tehát egyel kevesebbre tudsz építeni. Én egy harmadik opciót választottam, a Tobikura Kusarigamát, egy kicsikét kevesebb az attack ratingje, mint a Fukinak, de az Imbue Corruption mellett itt legalább egy High Stances kötött Life Drain van. Alapvetően mondjuk a Life Drain-t meg tudjuk oldani máshonnan, tehát ez se feltétlen lenne egy olyan mindenféleképpen kötelező stat. Még így ezek mellé, ha egy Active Skill Key Damage ideférne, az jó lenne, de az az igazság, hogy olyan jó a key sebzésünk, hogy szerintem jók leszünk így is. Na alapvetően akkor mi kéne rá? Egy attack bónusz, egy olyan statra, amit 200-ig húzol. Ez nálam a Constitution, a dexet kikukáztam a faszba. Ennek megfelelően jön ugye egy Transform bónusz is, Mystic Diet Active Skill Key Consumption. Másodlagos fegyver csak és kizárólag a set bónusz miatt. Nem hiszem, hogy magyaráznom kell, távolságiak szintén. Legyen rajta Damage Bonus Agility, mindkettőn. Mondjuk úgyis éppen csak az számít, ami éppen elsődlegesben be van rakva, csak hogyha esetleg váltogatsz, akkor ugye mindkettőn megkap. Meg ugye Cannonökön meg puskákon ugye a Stalwart. Az fontos. Sisak. Már most lesz szeretném szögezni, hogy melyik klánba vagyok. Honda.
80% onnan, ugyanebből a statból, kombinálva ezzel, 100% fölviszi, azaz lényegében full HP-n felezve fogjuk kapni a sebzést fixen. Lényegében a build is félig meddig tanknak mondható, de a lower depths-be ez nem nagyon szokott sokat számítani, ugyanis elő szokott fordulni nagyon-nagyon sokszor az is, hogy hiába támadok, hiába vannak még az ilyen-olyan damage reduction-ös bónuszaim, egyszerűen one-shotolnak a gecibe. Tehát ott megint úgy elgurult a gyógyszer, mint az Abyssban a Neo 1-be. Na jó, annyira talán azért nem, de elég hardcore. Végig heavy armorba vagyok, továbbá mindegyik meg van erősítve remodellen keresztül, a refine opcióval, ami azt jelenti, hogy a fegyverhez, armorhoz a statok, ugye ahhoz, hogy megkapd a passzív bónuszait, ugye ilyen 7-8-10-ről, látjátok, fölmentek nálam ilyen 46-47-re, cserébe több a defense-ünk, de a súly az ugye nem növekszik. Jobb, mint az alap, de ez még jobb lenne, csak hát bír staminával. Ami a melvérten a lényeges, az a Star Effect-es Sentience Charge, és mellé esetleg a Star Effect-es Life, vagy ami még jobb lenne talán, Star Effect-es Damage Taken. Ha mindhármat meg tudod szerezni, akkor Isten király vagy, meg mellé még esetleg akár Starba, akár simán az Active Skill Damage, Active Skill Key Damage páros, meg még ugye Flat Attack és Untouched On Mio Magic, ugye örökölhető statból, vagy aranyörökölhetőből. Kettő közül az egyiknek mindenféleképpen aranyörökölhetőnek kell lennie. De amúgy nagyjából a Melvérten és a Waste Guardon ez a lényeg. A többit azt másolhatjátok. Kezdjünk ugye leginkább a Melee-t, a Key Consumption. Ugye itt Attackot meg Untouched On Mio-t azt lehet temperelni is. Illetve kesztyűre meg a sisakra én raktam Elemental Damage Taken-t, hogy azért a lenti depth-et túléljük, hogyha esetleg jön valami brutál elementális támadás, akkor blokkolással lényegében a 65-70%-a az így elveszik a sebzésnek. Chizmán pedig Active Skill Damage, Active Skill Key Damage, semmi más nem kell figyelni. Accessorik, rákos rész, nagyon-nagyon sok minden kell. Én azt mondom, mondjuk ezt is nehéz összehozni, az egyik az legyen Yasakani, vagy legyen rajta Star Effect-es statba ez, és még mellé Melee vs. Zero Key, Melee vs. Corrupted Enemy, a másikon szintén Melee vs. Zero Key, Melee vs. Corrupted Enemy, és Slot On Mio Magic Hit. És még emellett persze a Sentience Charge is jó lenne, de sok sikert. Láthatjátok, egyik se tökéletes, tehát potenciálisan még vesztek olyan ellenfeleken, akik nem megy föl a víz, már kapásból 20% sebzést. Ugye, ide is jó lenne még egy Sentience Charge. Ide meg még egy Melee vs. Corrupted 20%. Tehát vesztek sebzést, de viszonylag ez úgy jó. Van speciál nekem egy Magatsui scrollom, hogyha bárkinek kell PS-en, oda tudom adni. Lila Mezukit meg Gozukit kell érte farmolni. De úgy körülbelül ennyi. Scroll. Sentience Charge, majdnem 100%. Ide esetleg egy Ultimate Stat jó lenne fixbe, mert még negyediknek a Courage-et szerettem volna, de így a Constitution, Strength és a Magic van, illetve a Path of the Ravenous, a durva Life Drain miatt. Spiritek. Másodlagos Guardian Spirit, malacka, de mistéken mit adok stat. Tankosabb leszel, ezt már több buildbe is használtam, nem hiszem, hogy magyaráznom kell. Elsődleges Baku. A Corrupted az könnyebben fog felmenni 8%-kal, plusz 10% sebzés kapunk Corrupted ellenfélre, meg még plusz 10% Anima Charge-ot, 26 slotja van, tehát a Nightmare Bringer mellé még kifejezetten nagy szólkórok is beférnek. Továbbá a Ho után gyakorlatilag ennek van a második legjobb animációja a játékban. Egy ilyen paralizáló, Corruptedos ködöt fúj ki Baku, ami lényegében a devsbe is szinte mindenre fölviszi a Corruption-t. A paralízis buildben nem alkalmazható, ugyanis nem bénítja le folyamatosan az ellenfelet, csak egy-egy másodpercekre, ami viszont olyan szempontból hasznos, hogy addig tudsz buffolni. Mert a boss, amíg le van bénítva, addig ugye nem tud veled mit csinálni. Továbbá, hogyha levitted ugye Zero Key-be a boss-t, elkezded gyepálni, ugye azt szokta követni általában a Realm Switch. De hogyha ellövöd rá a Bakut, akkor a Realm Switch előtt a boss lebénul megint, és konkrétan megint össze fog esni, mert kiszakítod abba a folyamatba, ezt Pressure Combónak is nevezik, mondjuk nem igazán kombó, mert lényegében csak egy Guardian Spirit talizmán nyomsz el, de majd mutatok Pressure Combókat is. Soul Core-ok. Ugye, az egyik legfőbb összetevő egy kiromboló Soul Core. Ez ugye lehet a kis Paralimpikon Kovács Ippon, lehet a jó öreg Gozuki, de most mutatok egy harmadik opciót is. A fuchsos kőfejtő rapper Kinky. Nézzétek meg, milyen rúppótlan, nem imádni való? Hát most komolyan. Hát ez egyszerűen csodálatos. Szóval én ezt merem ajánlani egyébként harmadik opciónak nálam most az új mentésben, amivel elkezdtem játszani.
ott konkrétan most ezt használom. Pusztán azért, hogy már ne a Gozukit használjam állandóan. Ez ugye még az Ipponnál is kevesebbet foglal. Kicsit hosszabb az animáció, mint a Gozukinak, de a vége ugyanúgy megszakít. Kicsit kevesebb key damage-et csinál, mint a Gozuki. De én úgy vettem észre, hogy többet, mint az Ippon, vagy talán ugyanannyit, mint az Ippon. De ugye kevesebbet foglal, tehát egy szolid harmadik opciónak én ezt nagyon-nagyon ajánlom. Isten király szerintem. Nézzétek már meg. Na most preferenciától függetlenül lényegében. Az anime a töltés úgy néz ki, több frontra is jön. Ugye a Genryuból jött ugye az Amrita alapú. Gyors fegyverrel ez elég nagyon, eléggé komoly tud lenni. Pontos számokat nem tudok, hogy mennyi animát tölt. Mellette ugye, hogyha a fegyver awakened állapotban van, akkor a Magatsuhi Grace-ből és a Nightmarebringer Soulcore-ból az összesített animatöltésünk meg van dobva még 71%-kal. Hát nem tudom, hogy láttátok-e, hogy másodpercenként tudtam spamelni az egyik legköltségesebb Soulcore-t a játékba. És nem azért, mert enélkül nem tudok játszani, hanem pusztán azért, mert megtehetem. Ennyi. Tehát tényleg baszki, 10 animába kerül, és láttátok, másodpercenként fossa magából a build egyszerűen. Mert így lett összerakva. Ugye van az alap, Amrita alapú animat bónusz, akkor kapunk egy nagyobb fröccsöt arra, hogyha az ellenfélre éppen fölvisszük a Corruptedot, az Onryoki esetében kapunk sebzéselnyelésre, Ippon esetében pedig Corrupted ellenfélre történő sebzésre is, egyenesen arányosan ugye a sebzéssel. Emellett a Soulcore-okon, ami még fontos az anima bónuszok mellett, az a Sentience Charge, ez mind a kettője szerencsés kapás volt konkrétan. Mondjuk anima bónuszokat lehet örököltetni, de én azért örülök, hogy ezek viszonylag hamar kiestek. Onryokiból pedig, hát erre is menjen Sentience Charge, anima bónusz az már ugye fix rajta. A Life Drain az esetleg azért lehet egy jó dolog, ide is lehet örököltetni még 5. statnak nyugodtan, esetleg ide is egy sima örökölhetőből, ha csak nem írja felül az anima bónuszomat. Ugyanis a Nightmarebringer olyan sokszor találja az ellenfeleket ezzel a 3 tornádóval, hogy lényegében egy ilyen stattal majdhogy nem olyan jó Life Drain-ben, mint a kasa, ami kifejezetten erre specializálódott. De úgy szólkorok lennyi. Konkrétan a Billnek ez a magnum opus a baszki, a Nightmarebringer. Tényleg, megéri, nagyon-nagyon megéri. Ugye a passzívok alapján Corruption build-be kötelező. Corrupted ellenfélren több sebzés, awakened állapotban több anima charge, mellette az animációja is. Confusol, crowd controlra is kurva jó, a videóban látszik, hogy ugye kisebb ellenfelek ellen is, nagyobb dögök ellen, nagyon-nagyon jó kisebző is, hogyha már a lila csík le van víve a yokainál, akkor ugye folyamatosan stunlockolja is, embereket is tudod stunlockban tartani vele, hogyha már kevés a kijük, tehát nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon tudom ajánlani. Kirombolást azt ugye már beszéltünk, az Onryoki meg ugye leginkább a passzívja miatt van, hogyha támadunk, akkor kevesebb sebzés kapjunk. Szerintem a lenti depthbe ez kötelező, hogyha tankbuildet akarsz csinálni, vagy ilyen fél tankbuildet, mint ez. Statok, mivel a Dex Strength Remodelről átálltam ugye a Constitution Strength-re, ugye a Transformulon segítségével, ezért a Constitution és a Strength azt húzzátok ki 200-ig. Magicben nem kell a 180, bőven elég a 150, és akkor még a Hardba is mehet egy kicsikét kevesebb, és akkor esetleg a Courage eléri szintén a 150-et, és akkor ugye lehet egy negyedik Ultimate stattal is operálni. Én úgy voltam vele, hogy mivel az Ultimate Courage az még nem igazán esett ki a scrollra, de alapvetően meg a Strength meg a Stamina az ugye azért is kell ennyi, mert a Genryuhoz az erősített formájában ugye ilyen 48-47 Stamina kell. Mi ugye föltoltuk 50-ig, hogy ugye pont meglegyünk 70% alatt, akkor ugye Strength 200, Skill meg Dexterity egyáltalán nem kell, Magic az Ultimate Magic miatt a legtöbb buildbe kifejezetten kényelmes, de lesznek olyan buildjeim is, amikor nem fogok 30-40-nél többet pakolni Magicre, és helyette úgy oldom meg majd az, hogy a buffok sokáig tartsanak, hogy a Path of the Demon-t használom ugye majd scrollon, de majd az később. Egy kis Courage a plusz Key Recovery miatt, meg egy kis plusz Heart, hogy tovább tudjuk nyomni lényegében a Reaper-t. De az Ultimate Courage az nagyon-nagyon jó lenne, hogy még tovább tudjuk nyomni. Gyors menü. Soul Purge, Hyperbuff, már beszéltem róla. Guardian Spirit Talisman, kötelező. Bakunál egyszerűen kötelező. Carnage, körülbelül 30%-ot ad a buff. Impurity Transference, a Carnage debuffját rábaszod a bossra. A két Kusa debuffal együtt, ami lényegében bárkit szétbasz, de tényleg. Majd ezekről beszélek a skilleknél. A Nightmarebringer miatt alapvetően familiára nem is nagyon van szükség, néha szoktam használni. Archukai anima bónusz miatt még ugye több animát kapunk, az Extraction az Amrita alapú anima bónuszunk és a Life Drain alapja, Barrier meg ugye gyorsabb Key Recovery és nem kell baszakodni a Yokai Realm-ekkel.
meg alapvetően ugye még két elements toptalizmánt szoktam használni, a fire a legkevésbé ártalmas, meg még esetleg pluszba a Fleeting Guardian amulet, hogyha esetleg ugye egy három bossos felállásnál ez a kettő elfogy, és az antás demaktiválódik, meg még ugye Down Jin Sake, mindig el szoktam nyomni, ugyanis nem tudom, hogy milyen boss jön ellenem, és ha bekonfúzolnak, az nem frankó. Alapvetően vannak olyan fegyverek, ahol egyszerűen elengedhetetlen a Mystic Dyad, a dupla Mystic Art. A Kusarigama az pont ilyen. Végre nem kell kompromisszumot kötni, hogy a fegyvernek a sarlója vagy a fémsúlya sebezzen többet, ugyanis így mind a kettő többet fog sebezni. Nem teszteltem le, hogy mennyivel, de szerintem ez kielégítőbb, mint hogy csak az egyik sebez többet. Skillek. Mármint aktív skillek. Távolság behozására én két skillt szeretnék kiemelni. Az egyik ez a Serpent Strike, lényegében embereket közel tudsz magadhoz húzni, de ha leblokkolják, akkor baszhatod. Yokaihoz meg automatikusan közel húzod magad. És az új, a Deadly Mark. Ez még ugye plusz támadás is. Elég jó sebzése van, szarvakat is lehet vele törni. És az a jellegzetessége ennek a két támadásnak, hogy itt valahogy a kuszának ez a hosszú recovery-je nem érvényesül. Tehát próbáljátok ki, meg a videóban én is mutatom többször is, több példát is mutatok rá, hogy miután közel húzom magam az ellenfélhez így, gyakorlatilag recovery veszteség nélkül tudom nyomni a következő támadást is utána. Akár egy Bladespint, akár egy Crimson Flurryt. És akkor már térjünk át a Bladespintre. A Nioh 1-be is már csak az árnyéka a régi önmagának. Itt pedig nem is tudom, mit mondjak róla. Szar tracking, sebzés és a kiemelkedő inkább finishernek szoktam használni, mert gyors. Crimson Flurry. Felejtsétek el a Renegade Dragont a picsába. Ha nem tudnátok mi az, akkor az ez. Jól néz ki, az tény, de ez az egyetlen kvalitása. Nincsen Hyper Armor-ja. Szarabb a sebzése, mint a Crimson Flurrynek. Kevesebb animát tölt, mint a Crimson Flurry. Tehát akkor csak azért használod, hogy használd? És tényleg a trackingje az brutál szar. A Crimson Flurry is megér egy misét, de ez meg konkrétan az egyik fő skillünk, ami anima töltése is kurva jó. Hyper Armor-ja van, jó sebez, Imperial Strike-ot pakoltam rá. A custom active skilleket egyébként másoljátok, nyugodtan gondoljátok. Ide például egy damage boostot raktam, Bladespinre is, Deadly Mark-ra is. Akkor ugye, Midstance Reaper. Gyakorlatilag egy olyan folytonos skill, Water Surfers meg Dragon Dance-hez hasonló, aminek brutál kisebzése van, ezért lehet vele úgy is menni, hogy mondjuk Low Stance-be berakod Masterful Slice-szal, azaz plusz 20% kisebzés. Nekünk ugye fő damage dealerként van, ugye zero kis ellenfelekre, tehát Reckless Slice-ot pakoltam hozzá, mivel ugye combo befejező mozdulat, ezért lényegében nem kipúzolunk utána amúgy se, tehát a hátrány az nem érdekel minket. Whirlwind Kick. Az egyik legjobb kisebző támadás. Hyper Armoros, gyors, de ugye itt is a szar tracking az érvényesül, de emberek ellen nagyon-nagyon jó. Ezt Masterful Slice-al használom. Akkor ugye Mistance-be ugyanúgy a Deadly Mark, erre is raktam egy damage bónuszt. Ugye van egy Timely Guard-os perje a kuszának, ami a Deadly Mark-kal együtt jött be. Tehát konkrétan ez a fegyver kapott két kurva jó skillt. Az egyik jó emberek meg jokályok ellen is, bár inkább jokályok ellen, ez meg jó emberek ellen. És egyszerűbb is, mint a kardon egy Backwave Tempest kombó, de ugyanazt kell csinálni. Megfelelő pillanatban gárdolsz, és utána még kétszer megnyomod a gárdot. Meg még ugye, Midstance-ben, Low Stance-ben ugye a Whirlwind. Erre is egy damage bónusz raktam, Crowd Control-a kifejezetten jó skill, ugyanis széles körbe csapkod, viszonylag jó trackingje is van, és utána használunk egy Art of Combatot. Nem a Waterdropot, nem használjuk, a Second Windet. Pankráció kedvelők nagyon örülni fognak, ugyanis ez egy klasszikus old school body slam. Sebzését egy kicsikét keveslem, de abszolút jó. Abszolút nagyon-nagyon fasza. Azt egy előszeretettel használom azt a kombót, hogy bemegyek több ellenfél közé, elnyomom a Crimson Flurryt, Nightmare Bringer Animation Cancel és abból egyből Whirlwind. A konfúzolt ellenfeleket konkrétan szétbaszni egyszerre. Emberek ellen meg hát, csodálatos. Meg ugye a két buff. Egyik stance-be Summer Twilight, lényegében több kisebzést kapunk, de megnő az atakunk is. Az utóbbi az nem releváns, mert ugye felülírjuk a Carnage-el. Több kisebzés az meg majd megy át a bossra. Winter Dawn. Több kisebzést osztunk ki, de cserébe több kit használunk támadáskor. Itt is a debuff megy át a bossra. És konkrétan szerintem összefoglaltam mindent, hogyha azt nézzük. Most egyelőre ennyit szerettem volna, gyerekek. Jelezzétek kommentbe, hogy tetszik a build, hogy tetszik az új minősége a videónak esetleg. Fogok egyébként oktató videókat is csinálni majd, de ezután még egy buildet kirakok majd. Az könnyebben
fog menni, hamarabb kész lesz, ugyanis a legrákosabb része az már megvan, a tökéletes accessorik szerzése. Ez a jó abban, hogyha egyszerre több build van a fejedben, többel tervezel előre, éppen farmolod az alapanyagokat az egyikhez, kapsz egy olyan accessorit, ami most nem jön jól, de a későbbiekben kurva jó lesz. Na én pontosan ezt csináltam. Nem mondok fegyvert, hogy mire fog építeni, ugyanis többre fog építeni. Ez konkrétan egy ilyen két fegyveres játékos template build lesz. Olyan fegyvert is láttok majd benne, amit már mutattam. Illetve olyat is fogtok látni, amit még nem mutattam. Egyelőre most arról ennyit szeretnék így előjáróban nyilatkozni. Illetve azok, akik ugye nézik a magyar nyelvű végigjátszásaimat, kezdem akkor újra a Demon's Souls-t, meg mivel a szavazás eléggé kiegyenlített lett, mellette nyomunk mást is. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!